így néz ki napjainkban a 2019 nyarán elsüllyedt hableány. És itt van a hajócsavar, ugye egy darab volt rajta. Meg sem mozdul. Rendőrség. És itt van még egy tányér, itt van egy tányér. Azt a rohadt. Brutális. Két évvel ezelőtt, 2019. május 29-én este a Viking luxushajó a Margit szigetén utolérte és a Dunába fordította a hableány sétahajót, melynek két fős magyar személyzete és 26 dél-koreai utasa meghalt, egy ember pedig a mai napig eltűntként tartanak számon. A katasztrófát csak heten élték túl. A roncs alján látszik is a hatalmas lyuk, ami akkor keletkezett, amikor a Viking maga alá gyűrte a sétahajót. A fedélzeten tartózkodó 7 ember beleesett a vízbe, őket percek alatt kimentették, de akik a hajó alsó részében voltak, azoknak esélyük sem volt. A hableány másodpercek alatt víz alá került. A magas vízállás és a hatalmas sodrás miatt csak napokkal később tudták a holtesteket felhozni a mélyből. A Duna alján lévő roncsot 13 nappal a katasztrófa után emelték csak ki, mivel a kiemeléshez szükséges Clark Ádám úszódarú a magas vízállás miatt nem tudta megközelíteni a helyszínt. A pajtás gőzhajó 1954-es elsüllyedése után ez volt a legtöbb áldozatot követelő hajókatasztrófa. A videóban a hajóroncs kiemelése utáni állapotok láthatók. Minden csupa homok, a bontatlan italok, a poharak és a tányérok szétszórva, és még néhány mentőmellény is hever a földön, amit akkor a katasztrófa idején nem volt sem idő, sem lehetőség felvenni. Lépcső felvezet, paradicsomok nőttek ki, itt a WC. Itt ugye a gépházba lehet lemenni. Itt volt ugye a kormány, a vezető, a híd, ki hogyan mondja. Itt is volt egy kis WC. És ugye látjátok, a korlátok is szél vannak törve. Hát, iszap még egy csomó helyen megvan. Ez mind bontatlan, kávésgép. Ez durva, olyan mint a... belennék a Titanicba. Ez valami raktár volt, poharakat látok ott is, ez valami konyhai raktár. Tálak, poharak. Brutális. És itt van még az iszap, és a homok benne a hajótestben. Olyan, mint ez ilyen bár lett volna inkább. Inkább ilyen hűtőszekrények. Egy mentő mellény. Ilyen ülő rész volt a másik felén.
Még több mentő mellé. És igazából ennyi. Itt egy tábla, ugye cirill betűkkel, CCCP, szovjet gyártmány, 1949 talán, amikor készült, ugye. De gépház az még durvábban néz ki. Új érezni a gázolaj. Ja, gázolaj tartály. Ivóvíz tartály. Itt egy aksi, és ugye a maga a rába motor, ami hajócsavart forgatgatta. Rába Man Licenz. Durva. Hajónak az első része. Hát ez nagyjából épségben van. És a híd. Vízhőfok, olajnyomás, töltés. Szék. És ennyi. Egészen konkrétan. Így néz ki. Hableány kormányállás. Rá is van írva. És itt meg a kéménye, látjátok, hogy el is van hajolva. A kazán fölött. Ez volt a kémény.